Három mérkőzésből két vereség, egy győzelem, így vághatott neki az alapszakasz győztes Újpest a Budapest Stars elleni Káposztás megyeri jégkorongbajnoki mérkőzésnek. A szlovák Szikorcsi nélkül nem megy az Újpestnek a középszakaszban, bár sokáig egymást érték a kiállítások, egyik csapat sem tudott emberelőnyben betalálni. Teljes létszámban már jobban ment a gólszerzés, Németh Péter szerzett vezetést a vendég Újpestnek az első harmad felénél, erre Majoros Gergely válaszolt negyed óra elteltével. A második játékrészt kihagyott újpesti helyzetek jellemezték, ezt góllal büntette a Stars. Fodor Csanád találatával fordítottak a hazaiak, a lilafehérek pedig tilos felszabadítást reklamáltak. A gól nélküli harmadik harmad után 2-1-re nyert a Stars. Az újonc csapat 6 válogatott játékosa nem sokat pihenhet, hiszen hétfőn délután már az olimpiai selejtezőre készülő nemzeti csapat edzésén kell részt venniük. Nem gondoltunk arra, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, vagy jövő héten, mi erre a meccsre összpontosítottunk, és próbáltuk kihozni magunkból a legjobbat. A forduló többi mérkőzésén Ferencváros Dunaújváros 3-1 és Alba Volán Miskolc 2-4. A MOL Liga döntőjében már 2-0-ra vezet összesítésben a HC Csíkszereda, amely vasárnap 6-3-ra győzte le a sportklubot.